Sziasztok, tizedikesek! A mai alkalommal a krízis helyzet óta hatodik bejelentkezésem, ez, ha jól emlékszem, és még a tavaszi szünet előtt fontosnak tartottam, hogy feltöltsem ezt az órai anyagot, amelyben tovább folytatom a francia forradalomnak az eseményeit. A francia forradalom 3 lehetne az órai címünk, vagy megnéznénk azt, hogy a jakobinus diktatúrától hogyan lyukadunk el a napóleoni rendszerig. Odáig bonyolítottam a múlt órán a helyzetet, hogy Franciaország 92-ben, 1792-ben köztársaságot kiáltott ki, és megvédve magát a külső támadásokkal szemben, a helyzet odáig radikalizálódott, hogy 1793 nyarán a zsirondiakat letartóztatták, kivégezték, és ebben a köztársaságban jakobinus diktatúra alakult ki. A jakobinusok nagyon fontosnak tartották, hogy a rendkívüli helyzetet továbbra is fenntartsák, a statáriális állapotokat, ugyanis ők úgy gondolták, hogy a francia forradalom a sikerek ellenére, a külpolitikai sikerek ellenére még nem menekült meg a külső ellenséggel szemben. Mondanom se kell, hogy Anglia vezetésével ekkor már egész Európa háborúzik a francia forradalommal szemben, tehát benne vannak az angolok, a poroszok, az osztrák-magyar monarchia, az oroszok. Tehát mindenki fegyvert visel a francia forradalom megfékezésére, és ez sajnos oda vezetett belpolitikailag, hogy a jakobinusok radikalizáltak. Szerettek volna ők békés időszakot, ki is dolgoznak egy alkotmánytervezetet. Ebben az alkotmánytervezetben tovább bővítették volna az általános választójogot. Azt tervezték, hogy évenként választások lettek volna, hogy a szegényeket az állam eltartja, ingyenes lett volna az egészségügy és az oktatás ugye a francia embereknek. Tehát egy ilyen normálisan is tudtak gondolkodni a jakobinusok, de nem most. Úgyhogy ez az alkotmánytervezet a büdös életben nem fog életbe lépni a jakobinus diktatúra alatt, mert a jakobinusok úgy gondolták, hogy a nemzetnek mindenképpen meg kell védeni magát. Ez elsőbséget élvez, prioritást élvez. Ezért létrehozták a Közjóléti Bizottságot. A Közjóléti Bizottságot a nevével ellentétben semmi köze nem volt a közjóléthez, mert ez a Közjóléti Bizottság azért jött létre a jakobinus vezetők által, hogy a francia hadseregnek és Párizsnak minden erőforrást biztosítsanak. Ami azt jelentette, hogy karhatalmi erővel emberek tömegeit kényszerítették arra, főleg paraszt emberek tömegeit, hogy a gabonájukat, a megtakarított gabonájukat adják oda a francia nemzetnek, sőt, nem csak a gabonájukat, hanem életüket is áldozzák a francia nemzetért, vagyis vonuljanak be katonájának, vegyék fel a gárdista egyenruhát, és védjék meg a francia nemzetet a külső támadásokkal szemben. Tehát totálisan mozgósították a nemzetet, és nagyon érdekes, egy olyan faramuci logikával csavarták ki a dolgokat, hogy a jakobinusok azt mondták, hogy ők a nép választott vezetői, ők a nép akarat kifejeződése, és mindenki, aki szembefordul ezzel a jakobinus akarattal, az a nép ellensége, az ellenforradalmár. Még akkor is, hogyha majd paraszt tömegek fognak lázadozni, nem ők a nép, hanem népet a jakobinusok képviselik, ezért a velük szembe fordulókkal, mint ellenforradalmi erőkkel, karhatalmi terroreszközével kell élni, és fel kell számolni ezeket a kritikus véleményeket. Tehát létrehozták ezt a közjóléti bizottságot, és sajnos bizony a terroreszközével tudják csak biztosítani azt a kemény rendszert, ami fennáll Franciaországban. Éppen ezért 1793-ban Nyugat-Franciaországban egy óriási parasztlázadás robban ki, ez a Vendée parasztfelkelés, Vendée, úgy kell írni. És ezzel a parasztfelkeléssel szemben a teljes gárda hadsereget be kellett vetni, vagy lázadoztak a zsirondiak például, lázadoztak a vidéki városok, akik fellázadtak Párizs hegemóniájával szemben, de lázadoznak a királypártiak, tehát mindenhol lázadás van Franciaországban, és a jakobinusok egyedül a terror alkalmazásával tudják kézben tartani a dolgokat. Éppen ezért olyan törvény
törvényeket hoznak, mint például a gyanúsak törvénye. A gyanúsak törvénye, ha valaki gyanús, már az is elég, nem kell bebizonyosodnia, hogy valaki vétkes, hanem ha már gyanúsnak és kritikusnak találja jakobinus vezetés, akkor azonnal rögtön ítélő bíróság elé küldik, és kivégzik az illetőt. Ezt a gyanúsak törvényét azért elolvasnám, hogy milyen szintre süllyed Franciaország ebben a káoszban. A tankönyveteknek a 140. oldalán van egy kis szöveg, ezt elolvasnám, hogy mi is volt ez a gyanúsak törvénye. A következő személyek tekinthetők gyanúsnak. Először azok, akik viselkedésükkel, kapcsolataikkal, beszédükkel vagy írásaikkal a zsarnokság vagy a zsiront híveinek és a szabadság ellenségeinek mutatkoznak. Akiktől megtagadták a hazafiságuk igazolását. Azok a közhivatalnokok, akiket a konvent vagy megbízottai elbocsátottak hivatalukból, nemesek és emigránsok azon férjei és feleségei, anyjai, apjai, fiai, leányai, fivérei, nővérei és ügynökei, akik nem nyilvánították ki a forradalomhoz való ragaszkodásukat. Tehát ha valaki bűnösnek gondoltak a jakobinusok, azok teljes családostul bíróság elé kerültek, és kivégeztették őket. Na most a jakobinus diktatúra ezért borzasztóan radikális a gyanúsak törvénye értelmében, mert a vélt és a valós ellenségekre is lesújtott a jakobinus vezetés. Erre kitaláltak egy nagyon jó kivégzési módszert a rögtönítélő bíróságok. Volt egy orvos, úgy hívták, hogy Dr. Guillotin, és ez a Dr. Guillotin kitalált egy olyan nyaktilót, amire ráfektetik vízszintesen illetőt, odatolják a nyaktilóhoz, és egy ilyen súlyokkal megnehezített pengét ráengednek a nyakára, és levágják a fejét. Na most eddig korábban néhol alkalmazták imitamot a kivégzések során ezt a guillotint, amikor a egy-egy nemessel, vagy egy-egy renitens püspökkel szemben kellett fellépni, vagy 16. Lajost ki kellett végezni. Tehát ugye az elittel szemben alkalmazták már ezt a nyaktilót, viszont igazság szerint a francia forradalom ezért brutális, és ezért nagyon véres, mert a jakobinus diktatúra alatt több tízezer embert fognak ezek a rögtönítélő bíróságok kivégezni, és úgy, hogy ezek már nem nemesek, meg nem előkelők, hanem az egyszerű paraszt tömegeket, akiket a vandéi felkelésből oda hurcolnak a rögtönítélő bírósághoz. Tehát parasztokat és polgárok tízezreit fogják majd kivégezni a jakobinusok, azért, mert gyanúsak voltak. Na most természetesen az angolok csináltak egy karikatúrát, a 141. oldalon van ez a karikatúra, ahol lehet látni, hogy néz ki ez a guillotin, de azt is lehet látni ebbe a karikatúrába, hogy itt nem egy egyszeri parádé van egy egyszeri eszközzel, hanem ott lehet látni a háttérben, hogy tömegével vannak guillotinok. Tehát egy ilyen, szó szerint egy ilyen gyilkoló gyárként ábrázolja Anglia a francia forradalmat, és rettenti el az angol lakosságot, meg az európai közvéleményt, hogy na, ezt a francia forradalmat akarjátok, ahol a nép akarat tömeges kivégzéshez vezet. Tehát a jakobinusok nagyon agyafurt módon fordították ki ezt az egész helyzetet, és alakították ki a maguk kis diktatúráját. Viszont ez nagyon veszélyes volt, vissza is ütött, mert a terror a végén már a terror eszközét a jakobinusok saját egymás ellen kezdik el alkalmazni. Amikor Robespierre, Marat-nak az lesz a szerencséje, egy nagyon-nagyon híres jakobinus szónoknak az lesz a szerencséje, hogy egy Charlotte Corday nevű asszony már meggyilkolja, de Robespierre megpróbálja pártársa ellen, a mérsékel Danton ellen fordítani, és amikor már egymás ellen fordul a terror, akkor totális káosz alakul ki Franciaországban. Így a konventnek a megmaradt sarokba szorított hívei, akik tényleg kiábrándultak, mert ekkor már Franciaország kiábrándul ebből a véres pusztításból, meg terrorból. Végül ezekben a sarokba szorított konvent képviselők merik venni a bátorságot, és 1794. július 27-én odavonulnak
odavonulnak Robespierre-rel szemben, és Robespierre-t és híveit letartóztatják, és következő nap kivégzik őket. Tehát itt végleg zsákutcába jut a francia forradalom, amikor már a jakobinusokat is kivégzik. A jakobinus diktatúrának egyetlen egy pozitív előnye volt, külpolitikailag, hogy ez a tömeghadsereg, amit a folyamatos tatáriális helyzetben ontott ki magából Franciaország, az 1794-ben Fleurusnél, ez már Belgium területén van, Fleurusnél sikerül ismét csatát győzni a koalíció, európai koalícióval szemben. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy a francia forradalmi hadsereg egyelőre Franciaország határain kívül hoz győzelmeket. Ez az egyetlen pozitívuma. Viszont a negatívuma, hogy óriási áldozatai voltak ennek, mert ez a diktatúra iszonyatosan, talán azt lehet mondani, még véresebb volt belpolitikailag, mint a csatatereken. És tulajdonképpen ezzel a féktelen terrorral a jakobinus diktatúra is megdől 1794 nyarán. Na most ebből a zsákutcából hogyan tovább Franciaország? Ezek a mérsékelt emberek úgy döntöttek, hogy valahogy vissza kellene térni az 1791-es állapotokhoz. Ehhez úgy próbálták meg belpolitikailag visszamérsékelni a helyzetet, hogy 1795-ben sikerült a francia forradalom akkori vezetőinek békét kötniük a koalíciókkal, és elég komoly holland, belga és rajnamenti területeket sikerült szerezni a Franciaországnak, tehát gazdagodott területekkel a francia forradalmi állam. És ami nagyon fontos volt, hogy béke. Beáll egy béke 95-ben, és ez a béke végül belpolitikailag mérsékelheti a francia forradalomnak a helyzetét. Így 1794-től 99-ig egy olyan 5 éves időszak következik a francia történelembe, amit csak direktóriumnak nevezünk. Direktóriumnak nevezünk, ami úgy mérsékli a belpolitikai helyzetet, hogy kiadnak egy újabb alkotmányt a franciák, és ebben az alkotmányban tulajdonképpen visszatérnek az 1791-es alapokhoz. Tehát egy olyan köztársaság működik innentől kezdve Franciaországban, a direktórium alatt, ahol amely alkotmányos rendezés értelmében, ez a 141. oldalon látható, itt lehet látni ezen az ábrán, hogy a rendszer természetesen népképviseleti, tehát nem lehet kihagyni a népet innentől kezdve. Hasonlóan a 91-es alkotmányhoz elektorokon keresztül a lakosság nagyobb köre, tehát itt már a lakosságnak 6 millió ember, a 28 millióból 6 millió dönthet a választásokon úgy, hogy elektorokon keresztül létrehoznak egy olyan törvényhozó testületet, amely állna egy a nép által választott 500-ak tanácsából, és állna egy vének tanácsából. És tulajdonképpen ebből a törvényhozó testületből neveznének ki 5 főt, akik direktorok lennének, innen származott a direktórium elnevezés. Ez az 5 fő irányítaná tulajdonképpen Franciaországot, azért 5 fő, hogy ne egy legyen, mert ha egy fő, akkor az zsarnoksághoz vezetne, 5 fő lenne, és nagyon érdekes, hogy évente lennének választások, parlamenti választások, és ebből az 5 főből minden évben egy főt lecserélnének. Tehát előbb-utóbb az 5 év alatt mind az 5 lecserélődne, és tulajdonképpen ők irányítanák elég erős kontrollal Franciaországot. Na most ebben az alkotmányban nagyon okosan úgy próbálták visszaterelni a mérsékelt medelbe a francia belpolitikát, hogy kizárták a politikai szélsőségeket. Tehát kizárták a politikai hatalomból a jakobinusokat, meg kizárták a királypártiakat, és tulajdonképpen ezzel kívánták meg középen tartani a francia belpolitikát. Csak az a hátránya ennek a 5 évnek, és egy kicsit ilyen langyos víz belpolitizálás zajlódik ekkor Franciaországban, hogy bizony a választások után hol mindig egy picit a jobb oldal, hol mindig picit a bal oldal tud nyerni, és természetesen ez magával hozza azt, hogy óriási szélsőséges lázadások
tarkítják ezt a direktóriumi 5 évet, és nagyon gyakran a direktoroknak hát katonai erőt kell alkalmazni, amikor a rebellis tömegekkel szemben fel kell lépni. Ekkor merül fel egyébként, egyelőre mint még politikai eszközként, egy Bonaparte Napóleonnak a neve, aki egy fiatal tüzérparancsnok volt. A direktorok nagyon gyakran behívták Párizsba, hogy Napóleon lövessen bele a tömegbe, hogy ne legyen hőbörgés a választások után, és Napóleon szívbaj nélkül belelövetett, ágyúval belelövetett a tömegekbe. Ennek ellenére a tömegek mégis imádni fogják majd Napóleon, mindjárt elmondom, hogy miért is. Tehát lényeg az, hogy a direktórium időszakában, annak ellenére, hogy alkotmányos eszközöket találtak arra, hogy politikai szélsőségek ne alakuljanak ki, nagyon gyakoriak a belpolitikai villongások. Plusz a direktorok mindig megpróbáltak politikai tőkét kovácsolni abból, hogy fenn akarták tartani a francia forradalomnak a dicsőségét és a sikerét azzal, hogy külpolitikailag újabb háborút kezdeményeznek. Ugyanis egészen eddig a francia forradalom külső sikerei, győzelmei az éppen aktuális politikai vezetésnek mindig egyfajta dicsőséget hozott, és tulajdonképpen ez a hagyaték a francia forradalomnak a direktorokat is belekergetik az újabb dicsőség hajhászásba, és 1796-tól újabb háborúkat kezdeményeznek a külső ellenséggel, a koalícióval szemben. Főleg Észak-Itáliában a Habsburgok ellen tudnak nagyon komoly sikereket elérni a franciák. Tehát ebből próbálnak politikai tőkét kovácsolni a direktorok, és tulajdonképpen a francia lakosság egyre inkább kezd kiábrándulni ebből az egészből. Az állandó háborúskodás, a vérontás, a direktórium alatt bár van egy ilyen kicsit egy visszamérséklődő helyzet, de egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy a francia emberek belefáradtak ebbe a már majdnem 10 éve zajlódó politikai csatározásokba, és alapvetően már nem nagyon bíznak politikusokban a lakosság, hanem elkezdenek egyre inkább híressé válni azok a katonatisztek, akik legalább a francia dicsőséget hozzák a külső győzelmekkel. És tulajdonképpen így kerül egyre inkább, így válik nagyon népszerűvé Bonaparte Napóleon, aki annak ellenére, hogy a népbe belelövett szívban nélkül, az ő neve garancia arra, hogy sikerek jönnek. 1796-tól az észak-itáliai sikerek az csak Napóleonhoz köthetőek, így tulajdonképpen ez a Napóleon egyre inkább celebbé válik, ma így hívnánk, hogy egyre inkább az emberek megunják a politikusokat, a direktorokat, egyre inkább ez a Napóleont kezdik el nagyon-nagyon méltatni és dicsérni. Amikor is Napóleon 1799-ben úgy dönt, hogy most már nem lesz különböző gyengébbnél gyengébb politikusoknak az eszköztára, és nem csak politikai eszközként próbál ő engedelmeskedni a direktoroknak, hanem úgy dönt, hogy akkor magához veszi, az kezébe veszi a kezdeményezést. 1799. novemberében bevonul a direktórium épületébe, és letartóztatja az ott lévő politikusokat, és tulajdonképpen államcsínnyel magához ragadja a hatalmat. Magához ragadja a hatalmat, tehát ideig folytatódik ez a langyos vízpolitika a direktórium időszakában, hogy előbb-utóbb ez a celeb, ez a Napóleon magához ragadja a hatalmat, de az, hogy ezután Franciaországgal mi történik, ez már egy másik történet, erről majd következő órán fogok majd mesélni a izgalmas Napóleon történetéről. Jó, én ennyit akartam mondani. Ezzel itt tulajdonképpen befejeztük a francia forradalmat, és következő órán még mindig Franciaországgal foglalkozunk, de már Napóleonnal ez egy másik irányt vett majd Franciaország és Európa története. Úgyhogy eddig bonyolítottam ezt a francia forradalmat. Nehéz anyag, de sajnos van időtök megnézni és áttanulni ezt az időszakot, és logikussá értelmezhetővé tenni. Jó, én ennyit akartam mondani a mai alkalommal. A szünet után, a tavaszi szünet után akkor jövök vissza, és folytatjuk tovább ezt a történetet. Jó, ennyit akartam. Tanuljatok, vigyázzatok magatokra, ne mozduljatok otthonról. Sziasztok!